Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. A soproni Széchenyi István gimnázium 100 éve viseli a legnagyobb magyar, Sopron díszpolgára Széchenyi István nevét. Vendégem Farkas Gábor igazgató, akit sok szeretettel köszöntök. Köszöntöm Önt és a nézőket is. Igazgató úr, ugye ez egy centenáriumi tanév lesz, a 2022-23-as. Elmondjuk nem sokára, hogy mik is az események, amelyeket ünnepelnek majd, de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ha jók az információim, akkor nem, tehát Széchenyi István neve előtt is iskolaként működött a gimnázium, vagy az iskola. Ez így van, nagyon jól pontosan tudja a szerkesztő úr. Az iskola történetünknek nagyon sok kiemelt eseménye van, alapítási eseménye, nevezzük úgy, hogy jelentős mérföldkövek vannak az iskolánk történetében. Rögtön az elején hagyj kezdem az 1850-essel, amelyben a katolikus Arreál iskolát hozták létre itt a városban, és ugye mi ennek az Arreál iskolának vagyunk gyakorlatilag a jogfolytonosai, tehát mi innen eredeztetjük a tanévünk számát, tehát nekünk most már a 173. tanévünk kezdődik. De 1857-ben került az iskola ide, a Templom utcába, köszönhető például a Flandorfer Ignác közreműködésének. Tehát ez azt jelenti, hogy az iskola épületét pedig most már 146. éve fogjuk majd birtokba venni. 1876-ban lett ez a bizonyos reáliskola 8 osztályos, és állami kézbe került, és nevezzük onnan, hogy a soproni állami reáliskolának. Ez azért fontos, mert 1976-ban meg 100 éves évfordulót ünnepeltünk, és 1922-ben pedig gyakorlatilag bármennyire furcsa, de egy Vas József nevű közoktatási miniszter engedélyezte, hogy az iskolánk 1922-23-as tanévtől fölvegye a Széchenyi István nevet. És mi most ezt a évfordulót ünnepeljük, mert hiszen ezóta eltelt 100 év. És ez a 1922-es év tulajdonképpen egy fontos dátum, hiszen egy olyan embernek a nevét kapta az iskola, akiről, mint már említettük, és tudja mindenki is, hogy a legnagyobb magyar volt Sopronhoz, ezer szálon kötődött, illetve Nagyszenkhez. Így van, és egy kis adalékot hagy mondjak még, hála egyébként egy dr. Kárpáti Károly nevű magyar-német tornaszakos Széchenyis tanárnak, aki a millennium évére 1896-ban írt egy iskolatörténetet, a Magyar Király Állami Főreáliskolának a történetet, és ott leírja, hogy már 1861 májusában, pünkös 14-én volt egy tanácsülés, ahol úgy döntöttek, hogy eznek az iskolának a neve majd a Széchenyi István nevét fogja fölvenni. Egyébként ezen a tanácsülésen arról is döntöttek, hogy majd lesz a Széchenyi téren egy szobor. Na most Széchenyi téren 1897-ben lett szobor, nálunk meg 1921-ben lett ez aktuális, tehát amikor azt gondoljuk, hogy az elődeink milyen gyorsan intéztek ügyet, akkor alapvetően elmondhatjuk, hogy eltelt 60 év, és persze akkor is az anyagi nehézségek közre játszottak. A lényeg az, hogy fölvette a nevet, és emiatt már 100 éve hordozhatjuk ezt a Széchenyi értékrendet. És ugye ezzel mondhatjuk azt, hogy egy sorsot is kapott az iskola, hiszen a név kötelez. Ez így van. Ez így van, a név kötelez. Mi ezt ugye ez a Nomen est omennek egy ilyen érdekes fordítása latinból. Mi azt gondoljuk, hogy tényleg igaz, hogy Széchenyi nevében van a sorsunk, ezért itt lett ugye ennek a centenáriumi évünknek ez a fő szállóigéje, mert hogy az a Széchenyi Istváni értékrend, amelyet a Széchenyi pozitív személyisége egyébként számunkra meggyőző erővel és szociális mintaként előttünk van, azt nekünk be kell tölteni, be kell járni az utat, amit egyébként az elődeink is bejártak. Tehát nekünk könnyű dolgunk van, mert nekünk csak a hagyományokat kell tovább folytatni, illetve a korszerű 21. századi gondolkodásmódot, magatartásmindákat kell ezeknek a, mondjuk úgy, hogy 21. századi Z meg Y generáció, vagy bocsánat, alfa generáció gyerekeknek átadni. Tehát mi újra fogalmaznánk ezt a fajta Széchenyi értékrendet, és ezeket szeretnénk átadni ezekben a tevékenységekben, programelemekben, amiket mi a tantestületünkkel úgy gondoltunk, hogy méltó lesz
az ősünk nevéhez. Hát tulajdonképpen akkor az ünneplés az évfordulóként, folyamataként jelenik majd meg a diákoknál. Mondhatjuk azt, hogy a becsengetés pillanatától majd a jövő év nyári kicsengetésig. Így van, ez egy tanévet felölelő esemény sor lesz sok-sok programmal. Azt hozzá kell tennem, hogy nem csak eseményeket szeretnénk, erről biztos, hogy is lesznek kicsit később szó, programokat beilleszteni, hanem vannak bizonyos fejlesztési elképzeléseink, amiket szeretnénk az emléktanévhez hozzákapcsolni, és nem csak egy évben gondolkodunk, hanem azt megtanultunk őseinktől, hogy szép dolog, hogyha előre gondolkodunk, ez pedig azt jelenti, hogy ilyen 3-5 éves terveink is vannak, amiben szeretnénk egy kicsit kiterjeszteni ezt a fajta gondolatiságot. Egyébként hadd tegyem azt még hozzá, hogy mi Széchenyi István esetében behoznánk a köztudatba egy alapvetően annyira talán nem ismerte megnevezését Széchenyinek, mi ugye úgy nevezzük őt, hogy a nagy civilizátor. És azért hívjuk a nagy civilizátornak, mert a civilizátor fogalomnak van egy értelme, amely arról szól, hogy a műveltség meghonosítója, terjesztője és fejlesztője. És mi azt gondoljuk, hogy ez a műveltségi alap, amit egyébként Széchenyi külföldről behozva nekünk itt megteremtett, ezt nevezzük úgy, hogy tudásimport. Azt mi szeretnénk ezt a folyamatot ezen a műveltségi alapon tovább mélyíteni, mert azt hisszük és azt gondoljuk egyébként a tantestületben a kollégáimmal együtt, hogy mi műveltséghordozók vagyunk a diákjainkkal együtt, és az a dolgunk, hogy a tanulóink is ebbe elmélyüljenek, ebbe a műveltség mélységbe. És akkor nézzük a programelemeket. Igen. Ugye van mindig az iskolának minden évben úgynevezett hagyományos Igen. eseményei, amelyeket a diákok átélhetnek, megélhetnek, és gondolom most így a centenárium alkalmából lesznek majd új események is. Kicsit akkor ketté választva a két Igen. dolgot nézzük meg. Igen, hogy tehát, ezek. Hogy azt fő elvnek gondoltuk, fő célkitűzésnek, hogy mindenképpen célszerű a tanulói szinten a kreativitást, a problémagoldó készséget, és sorolhatnám ezeket a kompetenciákat, amiket a tanulóknak közvetíteni kell feléjük, és őnekik is nyilvánvalóan felénk, hogy ezt a tanulói tevékenységet fejlesszük a programjainkon keresztül. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a program elemeinkben aktívan részt vennének ezek a diákjaink, és így van az, hogy a mi a tanévünkhöz hagyományosan kapcsolódik, nekünk 12 nagyon fontos, jelentős állomásunk van, amiben a tanulóink az értékeket mélyíthetik, gondolok itt például a kutatók éjszakájára, vagy a civilizátor projekt napunkra, vagy mondjuk a december 14-i ünnepségünkre, ezeket mind megpróbáljuk Széchenyi István szellemi értékrendszerébe beilleszteni, de úgy arról, amit mi gondolunk, arról az időről, és arról a Széchenyiről, és amit mi ebben a pillanatban, mint egy ilyen szent küldetésként gondolunk erről. És ebbe tartozik például az, hogy szeretnénk szalagavató kiállítást csinálni, közös szavalást akarnánk a kultúra napján, mondjuk a Arany János Széchenyéből egy közös versrészletet. Tehát a tanulóink és a kollégáink együtt dolgoznának. A második nagy programcsomag, amit úgy gondolunk, hogy új elemek lesznek, tehát nincsen benne a hagyományunkban. Ezek között pedig olyanokra gondoltunk, hogy boldog emlékek gyűjtése, ami arról szólna, hogy megpróbáljuk azokat a régi széchenyista generációk tagjait fölkeresni, és a elmúlt 7 évtizedben még élőknek mindenkinek lenne egy-egy gyűjtés, mert ugye 7 évtized, 21 osztály, akkor minden évtizedhez 3 történet lenne, szeretnénk egy boldog gyűjtemények antológiába kiadni, de szeretnénk föleveleníteni már a Berzsenyével, egyébként van erről előtárgyalásunk, egy ilyen Berzsenyi-Széchenyi-Spartakiádot. Széchenyi ligetet szeretnénk létrehozni, ahol pedig adnánk a ballagú diákeknak 100 facsemetét, és ők el tudnák ülteni itt a ligetbe. Lenne olyan programunk, amely adj és kapni fogsz, ami azt jelenti, hogy a 100 év évfordulóra 100 gyereket fogunk majd megkérni, hogy erdőtisztításból ligetet csinálják, készítsék elő. Karácsonykor adománygyűjtést begondolkodunk, hogy ebben ők is részt vegyenek. Tehát nagyon széles a köre a programjainknak. Ebben egyébként benne lenne egy ilyen emlékezetkiáltvány is, ami arról szól, hogy mi a Széchenyista önmeghatározásnak egy aktuális megfogalmazás, és szeretnénk a nyilvános
térbe közzétenni, amiben mi most azt gondoljuk, hogy mik azok, amik számunkra a nacivilizátorhoz szorosan tartozna. Tehát nagyon-nagyon választékos, nagyon-nagyon sok programelem van, és ebbe tartozik, hogy szeretnénk az udvari sportpályát felújítani. Ez azért nagyon érdekes, mert centenáriumi évben Krasznai Ferenc tanár úrnak is születési évfordulója van, mert hogy ő 1923. júniusában született, és pont 100 év fog eltenni, tehát szeretnénk a sportpályát is felújítani. Tehát komoly terveink vannak, szeretnénk az öreg diákokkal egy kicsit mélyíteni a nemzedékek közötti kapcsolattartást, szeretnénk gyakorlatilag részt venni az iskolánk, az egész városunk életében. És ugye fontos része a diákok életének, hogy amikor megérkeznek az iskolába új diákként, akkor pont Széchenyi István sírhelyénél tesznek esküt. Tehát már ez az első lépés, ami összeköti őket Széchenyi gróffal. Ez így van, mi minden évben Széchenyi születésnapjához legközelebbi szombaton egy fogadalomtételnapot tartunk, a bejövő hetedikesek és kilencedikesek a mauzolomnál egy 5 állomásból álló, mondjuk úgy, hogy beavatási szertartáson mennek át. Én azt gondolom, hogy ez a szakralitás kell a temetőben, tehát itt például szembe találkoznak a temető csendjével és a keresztekkel kapcsolatos, tehát maga a viselkedés, az elmélyülés, ott vannak ugye a Széchenyi idézetek a mauzolomnak a járdájában, arról beszélünk, a szarkofág, maga a múzeum, ahol egy nagyon kedves, nagyon jó szakember segít nekünk, a dr. Sós Csaba, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy ott megkoszorozzuk ugye a Széchenyi szobrot, és a nagy terveink vannak a ballagással kapcsolatban is, azt majd a tantestület el fogja dönteni, hogy ez mennyire megvalósítható, de nagy terveink közé tartozik, azt hiszem ezt ennyit elárulhatok, hogy nagyszen kell legyen a ballagás. Ezt természetesen ki kell dolgozni, ki kell építeni ennek a tartalmi részét is, de azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű szép ív lenne, hogy a Széchenyi mauzolomban kezdik, és a nagyszenki Széchenyi kastélyban, ott a francia kertben fejezik be, szóval tökéletes lenne arra, hogy ezt a fajta 4-6 évet a gyerekeink ebben meg tudják élni. Kifelé Sopron polgárai mennyire, mit láthatnak ebből a centenáriumi évből tulajdonképpen? Hát egyrészt most fogjuk kitenni a napokban a Mulinót a Templom utca, a mi iskolánk és a szemben lévő Templom utca épület közé, hogy lássák, hogy egész évben van egy ilyen tervünk. Nekünk van Széchenyi kaszinónk, ahol a város polgárai természetesen hívni fogjuk nagyon sok izgalmas, érdekes előadóval. Természetesen a jelenlétünk a városban, a programjainkon keresztül, aminek egy része nyilván nyitott. Lesz fontos dolog, még ezt hagyj említsem meg, hogy az öreg diákok egy emléktáblát fognak felavatni majd az iskola udvarán, amiben a volt diákjainkra és tanárainkra fogunk emlékezni, tehát lesz egy ilyen kegyeleti megemlékezés is. Vagyis azt jelenti, hogy mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a város polgárai minket továbbra is tradicionálisan és szellemi és kulturális központnak gondoljon, tehát azt a pozíciót szeretnénk megtartani, amit az elmúlt 100 évben Széchenyi nevével fémjeleztünk, de ez nem megtagadja az előtte lévő nagyon durván ugye 60-70 évet, tehát így vagyunk mi egybe 1850 óta, és így szeretnénk a következő 100 évet is megélni nagy szeretetben. Igazgató úr, ez tökéletes végszó volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!